játszani fogunk ebben a videóban. Mégpedig Ugye közeleg a karrierváltó csoportos program 4.0, azaz a készülj program, ezt most készülj felnek is hívjuk. A jelentkezési határidejének a vége. Közeledik, de még eléggé messze van, szóval a szeptember 20-áról beszélünk. Ezért még időben egy játékot mutatnánk be, annak érdekében, hogy ezeket az árakat csökkentsük egy teljesítményért cserébe. A játék feltételeit a levelező listánk tagjai már megkapták, már az első levéllel, már napok óta megkapták, de úgy gondoltam, hogy megosztom a YouTube csatornával is. Szóval akár 25% kedvezmény is lehet a játéknak az eredménye. És különböző feladatok vannak. Az első egy Facebook bejegyzés, amelyre belinkeled a karrierváltó oldalt, ha amennyiben ezt bemutatod, az info.programozáskarrier.hu címre elküldve, akkor ez 5% kedvezményt jelent. Ezek a százalékok mindig összeadódnak, nem szorzódnak, összeadódnak. Második feladat, néhány bekezdésnyi bemutatkozó motivációs levél. Ez nem egy ilyen értelmetlenség, hogy jaj, mintha jelentkezni kellene valami munkára, és akkor nem vagyok túlzottan motivált, de valójában eljátszom, hogy motivációs levelet írok, mert mostanában már a ChatGPT elég jól megírja ezeket, de mindenki tudja, hogy ez egy ilyen eposzi kellék, ami valójában, valójában egy olyan szűrőn megy át, amelynek nincs sok köze a valós teljesítményhez. Ugye itt gondolok a recruitment szűrőről. Mert egy szoftverfejlesztő, fejlesztési vezető, hiring manager elég ritkán szokta ezeket olvasgatni konkrétan. De most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Megtudjuk, hogy te miért szeretnél szoftverfejlesztést tanulni, mik a céljaid. Ezzel gyakorlatilag ráveszünk arra, egy kis kedvezményért cserébe, hogy átgondolt, hogy neked való-e a program. Tehát nem az történik, hogy minden áron most azt mondjuk, hogy már pedig te ezt a programot vedd meg, hanem az, hogy arra kérünk meg, hogy gondold át, hogy mit szeretnél elérni a programmal, és ez alapján reflektáld magadnak, hogy velünk szeretnél -e tartani, vagy nem. És ez szintén 5% kedvezményt jelent. Következő. Ez egy érdekes játék. Itt most uh, arról van szó, hogy öt YouTube videónkat kiemeltünk, és ebben az öt videóban vannak kulcs szavak. Tehát itt van például a 17-20-tól, mit kell tudni mondani, jegyez fel a szó 6-20-tól hány százalék jegyez fel a számot, mi a fiktív cég neve, hány perc alatt oldottam meg a feladatot, ez érdekes, milyen szó van kijelölve a képernyőn, jegyez fel a szó Hozzáteszem, hogy érdemes megnézni ezeket a videókat is, nem csak ezt az időpontot, hanem úgy általánosságban. Azért, mert érdekes, érdekes dolgok vannak benne. És a gyakran felmerülő kérdéseitekre ezekben a videókban egyébként elég sok kérdésre megkapjátok a választ. Ez volt az egyik oka, hogy ezeket a videókat választottuk. További 10%-ot jelent. Itt már 20%-nál tartunk. Jöjjön! És ja igen, és utána még egy kicsit valamit kell csinálni ezekkel a kezdőbetűkkel. Ezt elküldött nekünk, ugye e-mailben. Jöjjön a negyedik és utolsó feladat. Az előbbi jelszó kódolási feladatra hajlandó vagy elkészíteni egy kis skriptet bármilyen programozási nyelven, például a Python javascript, de felülem, ha ugye Excel-en belül ilyen képleteket írsz, az se rossz. További kedvezmény, és a ChatGPT is megírhatja. Tehát gyakorlatilag... Itt az történik, hogy ha nem is tudsz programozni, megkérdezed a ChatGPT-től, hogyan futtatunk JavaScript-et, és akkor megadja, hogy ja, hát itt van a böngésző, vagy valami kódeditorban, de leginkább böngészőben, nem fogunk most Node.js-t letölteni. Vagy bármilyen más programozási nyelvre is, igaz? Megkérdezed tőle online, ezt meg lehet valahogy csinálni, hogy van valami kis ő bemásolom a kódot, és azt lefuttatja, és akkor azt mondja bizonyára, hogy igen, és mutat neked példát, aztán lefuttatod a kódot, amit a ChatGPT adott. Az a lényeg, hogy jól kell a feladatot leírni neki. Tehát gyakorlatilag ezt magyarul is be tudod neki másolni, és a ChatGPT viszonylag jól meg tudja azt írni. Nézzük a feladatot. A karakter sorolatban lévő számok közül szoroz meg kettővel, amelyik páratlan, és felezd meg, amelyik páros. Fordítsd meg a karakterek sorrendjét. A karakter sorozatban lévő számokat add össze egymással, és írd a karakter sorozat végére. És így létrejön valami sorozat. Ugye? Tehát ezt egy mesterséges intelligenciának ez egy új gyakorlat, ez nagyon könnyű megírnia egy ilyen kódot. Tapasztald meg, kérd, megkérheted JavaScript-ben, megkérheted valami más nyelven. Csak a lényeg, hogy fusson. És írd le, hogy hogyan futtattad, és írd le, hogy milyen eredményt adott ki, és mivel kézzel el tudod végezni, ezért lehet is tudod ellenőrizni. Ezzel nem titkolt szándékunk az, hogy bemutassuk a mesterséges intelligencia használatát a programozásra. Mert mi is használjuk. És a jövőnek a jövőben a, nem csak a szoftverfejlesztői munkákkal van ez így, rengeteg más munkával ugyanez a helyzet. Jön a mesterséges intelligencia, és akkor most nem lesz szükség olyan munkatársakra, ahol ezt alkalmazzuk. Itt nem csak szoftverkódot lehet generálni, lehet generálni marketing e-maileket is, lehet generálni reg sima e-maileket is, tehát valaki ír neked valamit, akkor automatikusan legenerálod a választ, ugye? Lehet vele adatbázis lekérdezni, lehet vele adatokon adatokat elemezni, annyi, annyi különböző munkahelyet Tud átalakítani a mesterséges intelligencia, hogy nekünk ezt uh, figyelnünk kell, és folyamatosan fejlődnünk vele. És még ötletelni is tud valamilyen szinten brainstorminggal. Na most van egy hátránya a mesterséges intelligenciának, erről majd készítek egy külön videót, mégpedig az, hogy igen, tud brainstormingolni, tud ötletelni, de ez nem kreativitást jelent. A kreativitás az más a valódi kreativitás és a valódi művészet az inkább emberi tevékenység. És az egyetlen dolog, amit a mesterséges intelligencia tud, az ezt az emberi tevékenységet nagyon nagy számú tanulási folyamat alapján, mint egy tanuló művelni. De olyat nem nagyon tud a mesterséges intelligencia, hogy a létező művészeti alkotások alapján betanítva, lehet ez akár fotó is, olyan új dolgot hoz létre, amely a művészetet egy új szintre emeli. Ezt eléggé, ezt eléggé nehéz egy mesterséges intelligenciának elvégeznia, és ennek van egy egyszerű oka. Számos alkotás már mesterséges intelligencia által lett legenerálva, legyen az akár szövegírás, és addig, ameddig meg tudod különböztetni, hogy emberi alkotással és gépi alkotással van-e dolgot, tehát hogy melyikkel a kettőből, addig jó, mert az emberi alkotásokat használod a mesterséges intelligencia modell tanítására. De abban a pillanatban, hogy nem tudod a különbséget a kettő között, százszázalékos garanciával, onnantól kezdve egy olyan homokszem kerül a gépezetbe, hogy a mesterséges intelligenciát akár a saját, akár egy másik mesterséges intelligencia által generált alkotással tanítod és abban a pillanatban, amikor ez bekövetkezik, hogy az, olyan adatokat használunk modelltréningre, amelyeket model training eredményezett, onnantól kezdve romlani fog az eredmény. Romlani fog, és eltávolodik attól, a, amelyre eredetileg kiképezték. Ez egy érdekes és elgondolkodtató dolog. A jövőre nézve is. Lehet, hogy egyes modellek egyre rosszabb és rosszabb eredményeket fognak hozni, addig, amíg ki nem tudjuk szűrni, hogy melyik ember által generált, melyik nem ember által generált. Tehát láthatod, hogy itt van ez a négy feladat, ezzel a kóddal nem kell félni, hogy ez most ember által generált vagy nem, és ezzel a négy feladattal összesen 25% kedvezményt szerezhetsz a programunk árából, ami azt jelenti, hogy amennyiben egy összegben szeretnéd ugye fizetni a programot akkor az azt jelenti hogy ugye itt van ez az összeg ez a havi díj ez tényleg egy elég magas ár ugye de ha ez beszorzod 0,75-tel ami a 25% kedvezmény akkor már rögtön lejjebb megyünk ugye a plusz szelfa és ezen kívül még legalább 10%-ot lehet szerezni az eddigi játékainkkal tehát még tovább tudod csökkenteni az árat a teljes árat oké okay. Tehát itt most erről van szó, nyilván az áfát azt a, a te helyi lehetőségeidnek mérten tudod a, kalibrálni. Tehát érdemes játszani, érdemes ezeket a feladatokat megoldani, és itt most a, a kampányunk alatt minél inkább bevonódni, mert akkor is, ha valójában te nem szeretnél jelentkezni a programra, és téged nem érdekel ugye maga a csoportos program, akkor is érdekes feladatokat oldunk meg, és közben így trenírozzuk a képességeidet, és az önismeretedet is valamennyire. Oké, okay, akkor ez lenne a négy feladat. Ha feliratkozol a levelező listánkra, egyébként szinte mindegyik e-mail alján itt van ez a négy feladat, ezeket érdemes megnézni, és a helyes megoldások alapján, Ugye, a kupont kaphatsz, és ezek a kuponok, pontosabban egy kupon, mindig személyre szóló lesz jó eséllyel, ugye maga a kupon, mert mindenkinek más lesz a kedvezménye. Úgyhogy sok sikert kívánunk ehhez a négy feladathoz, és a helyes beküldéseket az info.programozáskarrier.hu címre tudod megírni.